Szeretném újraolvasni az előbb felolvasott szakaszt, hiszen ez egy rövid szakasz volt. A Filippi gyülekezethez írt levél 4. fejezetéből, a 8. és 9. verset. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Egy gyermek növekedésén olyan jól látszik az, hogy mikor minek van itt az ideje. Mikor kell vagy lehet saját kis rácsos ágyba tenni a lurkót. Vagy mikor jön el az ideje annak, hogy a rácsos ágy is már kicsi, és helyette már valami nagyobbat kell biztosítani a gyermeknek, hogy jól elférjen. Azt is egész jó be lehet azért lőni szerintem, hogy mikor jött el az ideje annak, hogy a gyermek már pótkerék nélkül tegye meg az első métereit a biciklin. Na most mindezeket, a példákat képzeld el úgy, hogy a gyermek életében nem jönnek el ezek a dolgok, pontosabban akikre rá van bízva a gyermek, valahogy a felnőttek nem veszik észre, hogy eljött már az ideje annak, hogy változtassunk, és mondjuk képzeld el, hogy ott alszik a nagy lakli kamasz, gyerek, ott alszik még mindig a szülei között. Hát nem egy egészséges állapot, ugye? De az se egészséges, hogyha egy 170 centis gyerek rácsos ágyba alszik, és hát az is elég megmosolyogtató lenne, hogyha látnánk az utcán biciklizni felnőtt embert, kis pótkerekes biciklim. Szóval mondjuk így, hogy hogyan diszkomfort érzete lenne az embernek, amikor ilyen képeket látna, ilyen sajnálattal teli, gyomorszorításos rossz érzés lenne, hogy hát itt valami nagyon nem úgy halad, vagy nagyon nem úgy fejlődik, vagy nagyon nem úgy változik, ahogyan annak változnia kellene. Mert bizony az a normális, hogy fejlődve és nőve, ahogy telnek az évek, szépen hozzáigazítjuk a körülményeinket is a szükségeinkhez. Igenis, alakítjuk és formáljuk a körülményeinket. Nagyobbra cserélünk, szokásokat változtatunk, újabb képességeket fejlesztünk ki, mert hát ez az élet rendje. Mert ez az élet rendje. És ezzel a mondattal most nagyon magasra dobjuk a labdát így az új év elején. Az élet rendjéről beszélünk, az élet rendje. Rettentő ügyesen el tudjuk mondani, hogy mi az élet rendje. Ezekben a látható külső dolgokban, amik akár a testünk fejlődésével vannak összefüggésben, vagy a körülmények diktált, a szükségek megteremtésével vannak összefüggésben. De mi, akik vagyunk annyira elszánt gerilla harcosai Istennek, hogy még január 1-én is itt vagyunk, Isten tiszteleten, szóval mi azért érezzük azt, hogy nem csak az élet ezen részével érdemes foglalkozni, nem csak az élet rendjét a külsőségekben érdemes figyelembe venni, mert mi tudjuk, számtalanszor megtapasztaltuk, kiszakíthatatlan bizonyosságunk az, hogy van az életünknek egy belső valósága is. És a tapasztalat bizony azt mutatja, hogy ezzel legalább olyan fontos, ha nem fontosabb foglalkozni, mint a külsővel. És a Biblia tanulmányozása segít nekünk abban, hogy ez a tudás elmélyedjen, sőt, hogy megbizonyosodjunk erről, mert a Biblia, amikor életről beszél, akkor megkülönbözteti a biológiai életünket, és megkülönbözteti a belső lelki életünket, létünket. A külső biológiai lényünkre ezt a szót használja az Új Szövetség nyelve, nem lesz ismeretlen, hogy biosz, ez a külső élet, de arra a bizonyos belső létünkre és életünkre egy másik szót használ, csak az érdekesség kedvére a zoé szót. Az egyik jelenti azt a beléültetett program szerint való fejlődést, ami belénk van kódolva. Nem tudunk nem nőni, nem tudunk nem fejlődni. Ez a biosz. A másik fajta élet azonban, az a bizonyos belső, az azonban úgy fejlődik, ahogy etetem. Olyanná lesz, amilyenné engedem
hogy váljon. Nyilván tudjuk, hogy ez a kétfajta élet együtt határozza meg azt, hogy ki vagy te. A kétféle létünk szétválaszthatatlan egysége fogja megadni az életünk minőségét, és tesz téged azzá, aki vagy. És tudjuk persze, hogy a biológiai életünkben is nagyon fontos, hogy táplálni kell, sőt egyre nagyobb tudásunk van arról, hogy nem mindegy, hogy mivel tápláljuk, hogy minőségi táplálékot vigyünk be. De a belső lelki létünkkel kapcsolatban is tudni kell, vagy tudni kellene, hogy roppant fontos, hogy mit engedek be, hogy mivel etetem az én belső létemet és életemet. Mert ennek a belső életemnek a fejletlensége, vagy nem kellőképpen való fejlődése még furcsább diszonanciát tud okozni, mint mondjuk egy pótkerekes biciklivel közlekedő felnőtt látványa. És mégsem magától értetődő az embereknek, hogy ezzel a belső lelki léttel is foglalkozni kell. Ez az oka annak, hogy találkozhatsz a mindennapokban. Munkahelyen, szomszédok között, a bevásárló boltokban és központokban, testileg felnőtt, de lelkileg csecsemő állapotú emberekkel. Lehet, hogy ez a testileg felnőtt ember Mercedesben vagy szép házban keresi azt a bizonyos, bocsánat a kifejezését, lelki cumiát, de még ott tart, hogy cumikára van szüksége, belső lelki értelemben, a belső létének. Mert ha nem kapja meg, akkor különösen is ideges lesz. Mindenféle pótlék kell az ilyen embernek, az ő kis lelkecskéjének, különben hisztizni fog. Mert belsőleg éretlen, lelkileg éretlen. Lehet, hogy nem táplálták kellőképpen azok, akikre bízva volt születése óta, és lehet, hogy nem is tanulta meg táplálni a lelkét és a belső életét. Lehet, hogy igénye sincs rá, mert nem tudja, hogy ez szükséges dolog. Na, azt hiszem, mindnyájan értjük, hogy mire, kikre gondolunk. Táplálás nélkül nincs fejlődés. És táplálás nélkül nincs lelki fejlődés sem. Oké, rendben. Lehet, hogy erre még a nem hívő ember is rábólint. A kérdés azonban az, hogy na de hogyan? Hogyan tápláljuk azt a belső lelki valóságunkat, életünket? És nagyon fontos kérdés, ha valóban odafigyelünk rá és tápláljuk, akkor van garancia arra, hogy ez áldást fog hozni az életünkbe? Van garancia arra, hogy ez harmóniát fog hozni a mi életünkre, a testi-lelki egységünkbe? Azért jogos ez a kérdés, még Isten tiszteleti körben is, mert arányaiban tényleg ritkán találkozunk olyan emberekkel, akik harmóniában élnek. Akikről csak úgy sugárzik valami megmagyarázhatatlan belső béke és tartás. Akikből sugárzik az egyensúly, hogy a külső és a belső együtt halad és együtt fejlődik. Vannak ilyenek azonban. Vannak ilyen emberek, és lehet, hogy nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy ezen a helyen, lehet, hogy arányaiban többen is vannak, mint kint a világban. Testvérem, a felolvasott rövid kis szakaszunk a lélek táplálásáról szól, és annak módjáról, hogy hogyan érdemes azt a belső lelki létünket táplálni. Emlékeztek? Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Egy roppant tudatos életre hív minket így az új év első alkalmán a Biblia mai üzenete. És ez az üzenet, vagy ennek a megvalósítása, milyen érdekes, ez teljesen ellentétben van a mi testünk táplálásánál felállított szokásokkal, mert mi a testi tápláléknál arra tanítjuk a gyermekeket, ugye, hogy ne válogass, fiam,
Ne turd az ételt, fiam! Hidd el, hogy amit eléd rakok, az jó és tápláló és hasznosítható lesz a számodra, addig a lelki étkezésnél kötelezően elvárt dolog válogatni. Kötelezően elvárt, hogy idézőjelbe, lelkiértelembe turd az ételt, mert egyáltalán nincs semmilyen bizonyíték vagy biztos garancia arra, hogy amit eléd raknak, amivel teli akarnak tömni, az a hasznodra van. Roppant tudatos, belső lelki táplálkozásra hív minket az új év elején Isten igéje. Válogasd meg! Válogasd meg, hogy mivel engeded teletömődni a belső lelki létedet, különben véged. Bedarál a lelkileg éretlen világ hazugság és baj, és jaj, mi lesz velünk, és pánikolj, és rettegj cunamia. Bedarál. Magával ránt. Tönkre teszi a kedvedet, a hangulatodat, és előbb-utóbb az egészségedet. És azt hiszem, hogy soha nem volt még ilyen fontos, legalábbis a mi életünkben biztos, soha nem volt még ilyen fontos ennek a bibliai tanácsnak a komolyan vétele, mint most napjainkban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt engedd be az életedbe. Azt vegyétek figyelembe. Testvérek, legyen ez egy újévi lelki recept ajánlás Isten részéről, személyesen neked. Reformkonyha négyzeten, lelki értelemben mondhatjuk, ha tudatosan nekiállsz, e szerint táplálni a lelkedet, akár innentől. Nincs más esély és nincs más út. Ugyanis nem tudjuk magunkat fizikailag kivonni a világ hatásai alól. Nem tudjuk nem meg beengedni, vagy nem tudunk nem találkozni pontosabban azzal, ami körülvesz bennünket. És lehet, hogy nem az a szándékunk, hogy most megtöltsük minden rosszal a szívünket, lelkünket, egész egyszerűen csak hazaérünk, este lerogyunk, bekapcsoljuk a tévét, hallgassuk meg a híradót, hát egy jól értesült polgár szeretné tudni, hogy mi van a világban, és az élettől elmegy a kedvünk. És azt mondjuk, hogy ezt a világot nem éri meg így fönntartani. Igenis, van döntési jogunk. Van döntési jogunk, hogy mit engedünk be a lelkünkbe, a belső életünkben. És igen, nagyon fontos, talán mi már tudjuk azt, hogy belülről kifele formálódik az ember lét. Belülről kifele. Fontosabb az, ami belül van. És erre annyi bizonyítékot lehetne hozni. Láttam már én magam is betegségben, emberi számítás szerint idő előtt meghalni, lelkileg érett, a belső életét méltóképpen tápláló embert. Még a halála is tanítás volt. És láttam hosszú életet végig szenvedő, a belső életére soha nem figyelő ember vergődését is. Én biztosan az előbbire szavazok, ha magamról van szó, és választani kellene. Inkább legyen rövidebb, de emberhez méltó élet. Mert hogy belülről kifele dől el az életünk minősége, és ez egy olyan alapszabály, ami felülírhatatlan. És tudod, honnan lehet felismerni azt, hogy ha ez a lét egyensúly felborul az emberben? Tudod, honnan lehet felismerni azt, hogyha kezdenek olyan tünetek lenni rajtad, amely arról árulkodik, hogy esetleg elhanyagolódott az, ami belül van, vagy a belsővel való törődés. Az egyik és legáltalánosabb tünet az, hogy kezdenek beúszni az életedbe azok a dolgok, amik pont ellentétesek azzal, amit felolvastunk. Egyre több olyan dolgot veszel észre, és egyre több olyan dologgal foglalkozol is köt le, ami nem igaz, ami nem tisztességes, ami nem igazságos, ami nem tiszta, ami nem szeretetre méltó, ami nem jó hírű, ami egyáltalán nem nemes és dicséretes.
Legyenek ezek tényleg akár csak a hírek, amik elhitetik velünk, hogy óriási baj van, hogy vége lesz a világnak, hogy úgysem fogjuk tudni megoldani, hogy úgyis rá leszünk szorulva arra, hogy valaki majd kegyet gyakoroljon velünk, és az ember elkezdi a saját problémáit egyre nagyobbnak látni. Valahol ezt olvastam, kemény szavak, úgyhogy rád bízom, hogy elfogadod-e, vagy igaznak fogadod-e el. Neked sincs több problémád, mint másoknak. Ha mégis úgy érzed, hogy igen, hogy neked több problémád van, mint másoknak, az csak egy dolgot jelent. Azt jelenti, hogy te többet gondolsz rájuk. Most állj meg, és szállj rá, kérlek, egy percet, gondold végig, hogy mit jelentett ez a mondat. Amit gondolsz, abból következik majd az, hogy hogyan fogsz érezni. Amit gondolsz, abból következik, hogy hogyan fogsz érezni. És ha nem hiszed el, hogy ez így van, és bizonyítékkel, akkor próbálj dühös lenni. Anélkül, hogy előtte haragos gondolataid lennének. Vagy próbálj szomorú lenni, anélkül, hogy előtte szomorú gondolataid lennének. Nem tudsz. Igaz? Ahhoz, hogy érezni tudj valamit, először gondolnod kell rá. És a gondolat eredményezi majd az érzést. Eddig az idézet. Mert tudod, úgy van ez, hogy belülről kifele jöhet létre csak egyensúly. És belülről kifele billenhet is meg az egyensúly. És minél többet gondolok arra, ami nem nemes és nem igaz, és engedek be ilyen dolgokat az életbe, annál rosszabbul fogom magam érezni. Érdekes, hogy az előbb leírt folyamat azonban nem áll meg az érzések szintjén. Az idézet itt abba maradt. A gondolat eredményezi az érzést, de mit már tudjuk folytatni. Az érzések utána létrehozzák a maguk valóságát, hogy hogyan fogom magam érezni a bőrömben, ebben a világban, ezen a településen, abban a családban, ahol élek. Testet öltenek a testben is ezek az érzések. Ezért így az új év legelején végezetül hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy mire gondolsz sokat mostanában? Mire gondolsz sokat? Mit engedsz be az életedbe? Szűröd-e tudatosan a külvilágot a magadnak és gyermeked vagy unokáid számára? Azt hiszem, a legfontosabb teendőink között kell, hogy legyen ennek a bibliai tanításnak a komolyan vétele 2023-ban. Mert ahogy tegnap megelőlegeztem azt, hogy el fog jönni majd ez a nap, és azt mondtam már tegnap, hogy semmi jót nem várok 2023-tól, ezt most is tartom. Így nagy általánosságban, generálisan, semmi jót. De mégis van egy örömhír, amiért érdemes neki menni ennek az új esztendőnek, a körülmények ellenére is, ez pedig az, hogy döntési lehetőségünk van, hogy mit engedünk be az életünkbe, hogy kikkel vesszük körül magunkat, hogy milyen emberek közelét vagy közelségét keresem, hogy tartozni fogok-e egy közösséghez, egy gyülekezethez, ezeket mind eldönthetem. Ezeket mind befolyásolhatom. Azt, hogy a világban mi lesz, azt nem. De azt, hogy mit engedek ide be, hogy kikkel veszem körül magamat, az bizony igen. Istentől hatalmat kaptunk erre. Ez egy óriási fegyvertény 2023 elején. És az előbb ugye azt a kérdést tettem föl, hogy van-e arra bizonyíték, hogy ettől majd tényleg jobb lesz, és majd belső harmónia és egyensúly és kiegyensúlyozottság lesz. Bizonyítékot csak az a világ kínál, vagy kíván, amely egyébként a bizonyítéknak sem akar majd hinni. Bizonyíték az nincs. Isten ígérete? Az van. Mert úgy fejeződik be felolvasott szakaszunk, és veletek lesz
a békesség istene. Veletek lesz a békesség istene. Mi többet kívánhatnánk magunknak így új év elején? Veletek lesz a békesség istene. Amen. Imádságra csendesedjünk el. Urunk Istenünk, nem ma kezdtük az életet. Nem ma jöttünk a falvédőről, nem ma másztunk ki a rácsos ágyból. Évek és évtizedek vannak mögöttünk, és olyan sokat láttuk már és tapasztaltuk már azt a világot, amely képtelen befele figyelni. Hányszor és hányszor szenvedtük már el ennek a világnak a vakságát, mert nem tudjuk kivonni magunkat a nagy folyamatok alól. És hányszor, de hányszor éreztük talán azt, hogy de nehéz az élet. Milyen sok a gondom, milyen sok a nehézségem. Urunk Istenünk, hálások vagyunk, hogy most ezt az új esztendőt ezzel a bibliai tanáccsal, gondolattal indíthatjuk el. Hálások vagyunk azért a felismerésért, hogy van lehetőségünk nem gondolni sokat azokra a nehézségekre és problémákra, amik felett egyébként nincs hatalmunk. Cserébe foglalkozhatunk azzal, ami felett van. És így létrejöhet az a létegyensúly, ami emberhez méltó életet hozhat el mindnyájunknak. Imádkozunk ezért az erőért és bölcsességért, hogy képesek legyünk megszűrni azt, hogy mit engedünk be, hogy mivel foglalkozunk, hogy kikkel vesszük magunkat körül, hogy milyen közegben forgolódunk sokat. Köszönjük Istenünk, hogy ez mindnyájunk számára valóság lehet, de ehhez erő kell, ehhez küzdés kell, ehhez áldozathozatal kell, de mindez megéri. Mert előttünk van ígéreted, és nekünk ez elég. Velünk leszel te, békesség Istene. Köszönjük, hogy ez így van. Amen.